köszöntöm Önöket, mindazokat, akik eljöttek, hogy együtt ünnepeljünk itt az 1848-as forradalom és szabadságharc 166. évfordulóján előestéjén. Most az ünnepségen olyan dalok, olyan versek hangzanak el, amelyeket mindannyian jól ismerünk, és évről évre mégis megdobogtatják a szívünket, és felemelik a lelkünket ilyenkor. Huszárok, vigyázz! Himnusznak tisztelnek! Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumuk Budapesten. Tisztelt ünneplők, tisztelt becseljek, tisztelt vendégeink! Ki ne tudná, hogy a mai napon mit ünneplünk, hiszen a naptárban is úgy van megjelölve, hogy a nemzeti ünnep. A magyar nemzetnek az ünnepe, mindenkinek az ünnepe, és lehetett itt akármilyen rendszer, 166 éve, ezt mindig megünnepeltük Magyarországon, és megünnepelték Magyarországon. A gyökereknek a fontossága. Ezek a mostani állapotok és ez a kérdés nagyon komoly kérdéseket vetett föl bennem, meg talán reményeim szerint azokban is, akik most ezt az ünnepet a 2014. évi március 15-i ünnepet külföldön töltik. Remélem, hogy megfordul a fejükbe az a kérdés, hogy hol van otthon. Megfordul az a kérdés a fejükbe, hogy hol van a családom. Aztán meddig fogok itt élni? Hazamegyek-e valamikor? És talán, hogyha egy kicsit már előbbre is gondolnak, akkor vajon hova vet engem az élet, a világ melyik részére? Lesz-e nekem ott igazi otthonom? Hol lesz a hazám? Hol fognak engem eltemetni? És lesznek-e olyanok, valakik, akik majd a síromra virágot fognak vinni? Mert azoknak biztosan van hazájuk, meg biztosan van otthonuk, meg biztosan lesz nyugovó helyük is, akik a nemzetben élnek, és mindig visszatérnek a gyökerekhez. Ezekre a kérdésekre a válasz nem más, mint a mögöttem található kopjafára fölírt idézet, amelyet még egyszer elismételnék. Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez testvér, hűtlen ne légy soha. E gondolatok jegyében kívánok mindenkinek nagyon szép ünnepet a holnapi napra, és kívánom azt, hogy ez a nemzet úgy tudjon együtt ünnepelni,
hogy egységben, elválaszthatatlanul, mert hiszen akkor a gyökerek is megmaradnak, és akkor ennek a nemzetnek lesz jövője. Köszönöm, hogy meghallgattak. Petőfi Sándornak a már elhangzott sorait szeretném megismételni. Unokáink leborulnak, s áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. Soroljuk most mi is föl azoknak a szent neveit, akik az 1848-49-es szabadságban, harcban hunytak el, Bolaiak, illetve Becsehelyek voltak. Ács József, Balassa János, Balog István, Kanóc György, Máté József, Németh György, Polai István, Polák Ádám, Szente Pál, Tizedes István, Tóth József, Varga József, Böjti Ferenc, Csúzi Pál, Gerencsér Ferenc, Gerencsér Imre, Horváth Ferenc, Horváth Márton Vince, Kalamár János, Kolonics János, Kovács János, Kreznár Ferenc, Lukács Ádám, Lukács Imre, Németh József, Németh Pál, Sávol István, Szent Apál, Tóth Ferenc, Varga János. Emlékezzünk rájuk büszkén, és kegyelettel hajtsuk előttük fejet. Bármerre mind a sors, hív a nősi föl, lázolja néma is, piros, fehér, zöld. Halló, magyar, Kárpát felej, szívedben megmaradsz, piros, fehér, zöld.